Brickhart olyan sikert épített fel, amelyről mások csak álmodnak. Egy multimilliárdos üzletet vezetett, amely egészséges italt reklámozott. Brignek gyerekként egy vágya volt. Arra vágytam, hogy felhívjam apám figyelmét. Ez volt mindennek a gyökere. Azt szerettem volna hallani, hogy büszke rám az apám. Ezt azonban soha nem kapta meg. Helyette erőszakos, durva volt vele az apja. Az apám durva alkoholista volt. Nem lehetett neki megfelelni. Fizikailag és mentálisan is bántalmazott, szavakkal, amelyek már fiatalon érzelmi sérülést okoztak, mivel nem éreztem magam értékesnek. Teljesen megszokott volt, hogy beszélgetés közben egyszer csak pofon vágott, vagy a kezeimet hátrafogva a földhöz vágott. Úgyhogy sosem tudhattam, hogy mikor bántalmaz engem. Brig Maryland keleti tengerpartján keresett menedéket a fájdalom elől. A szörfözés mindennél fontosabb volt számomra, még az iskolánál is, ahol csak testben voltam jelen, lélekben azonban a hullámokon lovagoltam. Otthon Brig családja a félelem helye volt. 13 éves lehettem, amikor elegem lett a bántalmazásokból. Anyámért még inkább aggódtam. Nem tudtam érzelmileg feldolgozni ezt a helyzetet, azért összeomlottam. Egyik nap bejelentettem az anyámnak, hogy elmegyek, elmenekülök. Ő segített nekem összecsomagolni, amely mindkettőnk számára nehéz volt, de ő is úgy érezte, hogy talán jobb lesz nekem, ha nem abban a környezetben növök fel. Brig 4 különböző családnál élt a következő 6 év során, azonban nem tudott túllépni a haragján, amit a bántalmazások miatt érzett. A haragom igazából apámra irányult. Elkezdtem inni, drogozni. Feltételesen szabadlábon voltam egy darabig, mivel eltulajdonítottam valamit. Betörtem helyekre, hogy a fájdalmat, amit éreztem, megpróbáljam csökkenteni, de soha nem sikerült. A középiskola befejezése után 2 évet töltött a tengerészetnél. Ezután testvérével együtt megnyitotta saját szörfboltjukat. A siker volt a célom. Úgy éreztem, hogy ha sikerül az apám és a világ figyelmét felkeltenem, akkor helyreállhat az életem. Heti 7 napot, napi 18 órát dolgoztunk, és végül már 5 szörfboltunk volt. A gazdasági válság azonban minket is elért. Az üzletünk egyik napról a másikra tönkrement. Nem tudtuk, mit évők legyünk. Összetört a szívünk. Annyira keményen dolgoztunk, és végül a semmiért. Ekkor az alkoholhoz és a kábítószerhez fordultam, így próbáltam elmenekülni, túltenni magamat a fájdalmon. Nem sikerült, egyre depressziósabb lettem. Az üzlet elvesztése után Brig minden reményét elveszítette. Úgy éreztem, eleget éltem, ideje véget vetni az életemnek. Úgysem fogok senkinek se hiányozni. Elidegenedtem a szüleimtől és a testvéreimtől. Annyira depressziós voltam, hogy már ki is találtam, hogy vetek véget az életemnek. Egyik este ittas állapotban a vadászpuskám csövét a számba tettem. Nem féltem a haláltól, mert nem hittem a túlvilágban. Már azon voltam, hogy meghúzzam a ravaszt, amikor megszólalt a telefon. Brig találkozott egy keresztény üzletemberrel, Douggal. Valami fontosat csinálok éppen, kérdezte. A fegyverre néztem, semmi olyat, ami ne várhatna. Még aznap találkoztak, és Doug Brig barátja és mentora lett. Találkoztam ezzel az úriemberrel, aki felajánlotta, hogy segít engem helyreállítani az üzleti életben. Azt gondoltam, pénzt akar adni, hiszen tudtam, milyen helyzetben vagyok. Fizikailag sem néztem ki jól, éheztem, így azt gondoltam, enni akar adni nekem. Mivel tudta, hogy nem fogadnám el, amit adni akar. Ezért a lépcsőmön hagyta, amit vásárolt nekem. Ez megfogott engem. Egyik nap az üzleti szemináriumon Brig egy olyan üzletet hallott, amely az egész életét megváltoztatta. Egy nagyon sikeres észak-karolinai üzletember kezdett el beszélni. Nem tett más, mint megfogta a Bibliáját, és elkezdett beszélni a világ legnagyobb példányszámú könyvéről, majd felolvasott belőle. Nem értettem, mire gondol. Az első korintusi levél 13. fejezeténél nyitotta ki a Bibliát, amely a szeretet himnusza. És miközben elkezdte felolvasni, a szavai megérintették a szívemet. Talán az a szeretet, amely reményt adhat a családomnak és nekem is. A megbocsátó, helyreállító szeretet.
észrevette, hogy nem tudtam visszatartani a könnyeimet. Az előadó odament Brickhez. Megkérdeztem, ki írta ezt. Azt felelte, ismerem a szerzőt, és be is tudlak mutatni neki. Tényleg? Válaszoltam, szeretnék vele találkozni. Azt mondta, ha meghajtod a fejed és becsukod a szemed, akkor bemutatom neked. Lehajtottam a fejemet, és imádkoztam. Úgy éreztem, hatalmas teher szakadt le rólam. Igazán el se tudom magyarázni. Szinte súlytalanná váltam. Brigg aznap kereszténnyé vált. Más keresztény üzletemberek elmesélték neki a saját történetüket. Beszéltek arról is, hogy a múltamat és a bűneimet Isten megbocsátotta, és soha többé nem is fog rájuk emlékezni, mert olyan messze vannak már azok, mint a kelet a nyugattól. És hogy új teremtés vagyok Krisztusban, és újjá lett minden. Új esélyt kaptam. Elmondták, hogy Isten a második és harmadik esélyek Istene. Erre azt válaszoltam, hogy nekem ez az, amire szükségem van. Hazafelé kidobáltam a sörös dobozokat az autóm ablakán. Tudom, szemeteltem, de megszabadultam tőlük, és a marihuánát is kihajítottam. Szabad emberként értem haza. És a 31 év alatt soha többé nem nyúltam a droghoz és az alkoholhoz. A csoda az egészben az, hogy soha többé nem kívántam őket. Sőt, már mankóként sem volt rájuk szükségem, teljesen elmúltak. Jézus a szívembe költözött, és nem maradt hely semmi káros szenvedélynek sem. Isten helyreállította Brigg családját. Mindenkit megkerestem, akivel korábban konfliktusom volt, és bocsánatot kértem. A szüleimtől is, akik idővel megtértek, mert látták rajtam, hogy ez valóság. Látták a fényt a kicsi fiúkban. Egy hosszúhajú, hippiféle szörfös srác, aki átadta az életét az Úrnak. Brigg Isten áldását kérte anyagi téren is. Szövetséget kötöttem Istennel. Hogyha egy vagy akár 100 ember elé állhatok, akkor megmutatom nekik az 1 Korintus 13 szerinti szeretetet. Be akartam vezetni őket abba az életbe, amit én is megtapasztaltam, a Krisztusban lévő új reménybe. Egy év és 3 hónapon belül nem csak az adósságaimat fizettem ki, hanem az üzlet is beindult a saját területemen. A marketingben is szép karriert futottam be a következő években. Ma Brigg és felesége a Monavi vezetői. Új könyvével, a Miért is ne te és miért is nem mosttal, szeretne másokat is sikeressé tenni. Az az életcélom, hogy megmutassam másoknak a siker útját, hogy megértessem másokkal, hogy Istennek tökéletes terve van az életükkel kapcsolatban. A munkámmal szolgálok is, mert Isten erre hívott el engem, és nagy örömmel csinálom. Átadtam a szívemet Istennek, és kaptam egy második esélyt. Megismertem a feleségemet, van egy szép családom, nincsenek káros szenvedélyeim, egyedül Isten szeretetétől függök. Fanatikus vagyok a hitben, hogy miért? Mert a nehéz időkben is a kérdésre a válasz Jézus Krisztus.